Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök szeptember 17-én kedd este a Tatai Televízió hírszemle című műsorát láthatják. Adásunkban egy-egy kiemelt és aktuális témával foglalkozunk bővebben. Tartsanak velünk ma is! Tatabánya adott otthont a felzárkóztatási fórum hétfői ülésének. A találkozón a vármegyei úttérkép és az esélyteremtő paktum dokumentumainak megtárgyalására és elfogadására került sor. Ezt a lehetőséget nyújt olyan pályázatok kiírására, amely hátrányos helyzetű célcsoportokat segítő és támogató tevékenységeket valósíthatnak meg. Ennek részleteiről Sztojka Attila, társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár beszélt bővebben. Az esélyteremtő paktumnak a megújulásáról fogunk beszélni, illetve azt fogjuk újra tárgyalni, hiszen az elmúlt 5 évben is olyan társadalmi-gazdasági környezeti átalakulások voltak megfigyelhetőek, amelyek indokolták azt, hogy felül legyen vizsgálva ez a dokumentum. De lényeges azt is látni, hogy a megyei esélyteremtő paktum az alapvetően a helyi esélyegyenlőségi programokra, amelyeket ugye kötelezőek a településeknek elkészíteni és tervezni, azoknak az összehangolásáról és azoknak a felújítását vagy áttekintésére épülően jött létre és alakul meg az újfajta esélyteremtő paktum. A gyakorlatban ez miben mutatkozik meg esetleg ez a frissítés? Miben kellett változtatni? Ugye a legelső szempont az az, hogy a társadalom és a maga lakosságnak a igényeit felmérjék. Azokat a szolgáltatás hiányos területeket feltárják, és azoknak a szolgáltatásokhoz való hozzáférését javítsák. Lényeges elem ugyanakkor az is, hogy ha megnézzük a jövőbeni fejlesztéspolitikai célokat, akkor ahhozokhoz is egyfajta alapdokumentumként szolgáljon. Magyarán a megye akkor tud igazán jól fejlesztéspolitikát alkotni, hogyha a helyi igényekre és a térségi adottságokra figyel. A helyi esélyteremtési paktum, illetve pontosabban a megyei esélyteremtési paktum, az ezt a keretet szolgálja. Tudunk itt esetleg számokról, számadatokról beszélni, hogy nagyjából a lakosság, vagy akár a vármegye hány százalékát érinti ennek a paktumnak a frissítése? Én azt gondolom, hogy nem csak egy részét, hanem az egész megyét kell, hogy érintse. Hiszen a nevéből is ered, bár hajlamosak vagyunk az esélyteremtő paktumok esetében egy hátrányos helyzetű rétegekre fókuszálni. De rendkívül fontos az, hogyha esélyteremtésről beszélünk, az alapvetően a lehetőségek biztosítását kell, hogy jelentse, tehát az egész megye lakosságát kell, hogy érintse, hiszen a maga az esélyteremtő paktumnak a felülvizsgálatában az összes megyei település részt vett. Tehát ez egy kulcskérdés. Volt. És pontosan, ahogy említettem, a szolgáltatás hiányos területeket és részeket vették figyelembe, de lényeges az is, hogy a generációk közötti együttműködést is elősegítse és megvalósítsa. Mi azt szoktuk mondani, hogy a HEP, illetve a megyei esélyteremtő paktum, ugye a HEP az a helyi esélyegyenlőségi programok, azoknak az ötvözete, az egy komplett, ha úgy tetszik, humán fejlesztési dokumentum itt az egész megyét érintően. Ez a paktum a különböző települések lakosságának arányában vonatkoznak különböző szabályok, előírások? Nincs, ugye az alapelőírás vagy a jogszabályi elvárás az az, hogy minden település rendelkezzen helyi esélyegyenlőségi programmal, és a megyéknek pedig előírás, hogy a fejlesztés politikai tervezésük folyamán rendelkezzenek megyei esélyteremtő paktummal. Pontosan azért, mert vannak olyan helyzetek, amelyeket nem egy-egy település képes megoldani, sőt a település határán túlnyúló kihívásról beszélhetünk, és ezeknek a túlnyúló kihívásoknak a összehangolása és közös erővel való rendezése szolgálja az esélyteremtő paktumnak a tartalmi részét. Az érintett dokumentumok felülvizsgálata során fontos szempont volt az elmúlt években bekövetkezett gazdasági és társadalmi változások. Ennek következtében a 2025-ös aktuális pályázat részeként szemléletformáló, kompetenciaerősítő rendezvények, képzések és programok szervezhetőek meg. A lehetőségek térségre vonatkozó aktualitását Borsó Tibor, a vármegyei közgyűlés alelnöke, a felzárkóztatási fórum elnöke ismertette. Az igazság, hogy részben ez nem egy új dolog, hiszen 2017-től az EFOP 163-as esélyegyenlőségi pályázatban már csináltunk egy felmérést. A korábbi időszakban az esélyegyenlőségi paktumok voltak településenként, és nem volt egy területi szint, illetve nem volt egy megyei olyan program, ami alapján a szolgáltatásokat lehetett volna bővíteni. Ezt 2019-ben már megalkottuk, megléptük, az összes helyi esélyegyenlőségi paktumot mind a 76 településen összegyűjtöttük, és járási rendszerben csináltunk egy megyei
szolgáltatási úttérképet, ahol bemutattuk azt, hogy járásonként milyen szolgáltatásokat tudnak elvégezni. Ugye ez részben önkormányzat, részben civil szervezet, részben pedig olyan vállalkozások, akik ezeket a szolgáltatásokat végzik. Most ez a program egy picit megmodosult, a módszer megváltozott, a feladat az ugyanaz, csak sokkal rugalmasabb, és sokkal szertágazóbb, és bővíthetőbb. Ennek a pályázatnak a TOP Plus keretébe forrást is rendeltek hozzá, míg a korábbi EFOP-os pályázatból magának a struktúrának kialakítására, ennek a dokumentumok elkészítésére volt csak forrás. Mostani pályázatnál van a dokumentumoknak a módosítására, kibővítésére, szélesítésére. Ez a szolgáltatási úttérkép, vármegyei szolgáltatási úttérkép és a vármegyei esélyegyenlőségi paktum, ahol a szolgáltatásoknak a lehetősége összefügg a pályázati rendszerrel, hiszen ezek után már pályázhatnak is azok a szereplők, akik igénybe szeretnék venni, bővíteni szeretnék ezeket a szolgáltatásokat, viszont az egy kritérium van meg a pályázati kiírásban, hogy az esélyegyenlőségi, vármegyei esélyegyenlőségi paktummal megegyező szolgáltatásokat, abba szereplő, összekapcsolható szolgáltatásokkal lehet pályázni. Azért sietünk egy picit, ezért márciusban indult ez a pályázat, és pont azért, hogy gyorsabbak legyünk, saját teljesítésbe oldottuk ezt meg. Nagyon nagy feladat volt, és köszönetet szeretnénk mondani a vármegyei önkormányzat hivatalának, a területfejlesztési főosztálynak annak érdekében, hogy a kollégák dolgozták ezt a feladatot ki. A módszertan elég alapos, és képzésekre jártuk a kollégák, tehát nagyon jól felkészültünk. És amit nagyon tudunk, sikeresek a Komárom-Esztergom vármegyében, olyan partnerségi kört sikerült most is kialakítani, 34 partnerrel dolgoztunk együtt, részben a helyi esélyegyenlőségi fórum, illetve a munkacsoport tagjai olyan aktivitást végeztek az elmúlt időszakban, és ez a nyári időszak is beletartozik, hogy augusztus végén a munkacsoportoknál véglegesítettük a programot, és a mai ülésnek az a feladata, hogy a fórum ezt elfogadja, amennyibe véleményezés elfogadja, és az utolsó pontot szeptember végi vármegyei közgyűlés fogja ráadni, és terveink szerint már október 1-től már pályáztathatók lesznek ezek a programok, úgyhogy ebbe az óriási munkába nagyon gyorsan elvégeztünk sok mindent, és hát bízunk benne, hogy széles körbe lehetőség nyílik arra, hogy az eddig hiányos szolgáltatások újra beemelésre kerültek, újra megerősödtek, és most már pénzt is tudunk hozzárendelni, úgyhogy ez azt gondolom, hogy ez év negyedik negyedévébe, mert azért az uniós pályáztatás egy picit azért hosszabb és nagyon alaposan megfontolt lépcsők vannak ebben, de bízom benne, hogy 25-től már komolyan lehet ezzel foglalkozni, és benne van a rugalmasságban az is, hogy amennyiben menet közben alakulna olyan szolgáltatás, ami esetleg most kimaradt a programból, ha már elég széles körű volt a felmérés, mondom még egyszer, sajátatás körbe is, és több mint 7000 személyes kérdőívet lakossági, intézményi, különböző interjúkon keresztül kezdtük meg ezt a begyűjtést, és természetesen a helyi esélyegyenlőségi paktumoknak a átvizsgálásával, ami 4 évvel ezelőtti módosítások, az mind-mind beépültek. Legjobb tudásunk szerint ezt elvégeztük, úgyhogy bízunk abban, hogy a két testület ezt jóvá hagyja, és hát a pályázat kiírásnak nem lesz semmi. Mi miattunk nem lesz semmi hátráltató. Még azt szeretném mondani, hogy az esélyegyenlőségi és támogatási főosztály, mint irányítóhatóságnak a háttér szervezet is megküldte a véleményét, a szakmai véleményt a projekttel kapcsolatban, és a pályázathoz azt írták, hogy gyakorlatilag ők javasolják az elfogadását, és mindent olyan feladatot elvégeztünk, ami a módszertanban, illetve az irányítóhatóság által menet közben leírtaknak megfelel. Tata térségében, mint a járáshoz is tartozik Dunalmás Neszmély, nálunk az öblözethez, ahova víz kiléphet itt ebbe a régióba, még Komárom-Almás fűzítő is hozzá tartozik. Ott állami árvízvédelmi vonalon védekezünk, a Dunalmás Neszmély szakaszon pedig önkormányzati védekezés keretében az önkormányzat védekezik, és itt az előbb említett erőforrások segítik a polgármestereknek a védekezést. Ebben mi is szakmailag segítünk,
tegnapi nap folyamán is 8 fő műszaki irányító volt itt, aki az árvízvédekezéshez a szakmai tudását biztosította. Mik azok az intézkedések, ami a vízügyhöz tartozik, és minél előbb meg fogják lépni? Ugye most már 620 centi fölött van a Duna vízállása. Hát az első dolog, ami kicsit meglepő, hogy Tatán tesszük meg mai nap folyamán, vagy holnap reggel az első intézkedést, sőt másodikat, mert az elsőt már hétfőn, múlt héten elkezdtük, amikor hallottuk, megjött az információ, hogy mekkora víz lesz, hogy 3 fokot meghaladó. Ilyenkor a tatai rektó, mint árvízi tározó üzembe lép, és elkezdtük a tónak az ürítését. Akkor ki is értesítettük a érintetteket. A ürítése a tónak elég jól sikerült. Most a napokban még fokoztuk is, hogy minél nagyobb tározó kapacitásunk legyen, mert az elmúlt időszak csapadék, az most egy kisebb árhullámként odaért a tóba, úgyhogy ezért láthatja mindenki, hogy üzemvízszint körüli állapotban vagyunk. A öreg tavon a mai nap még a vízeresztés fog menni, és holnapi nap folyamán le fogjuk zárni a zsilipeket, mivel a Duna az általér alsó szakaszára visszaduzzaszt. Ilyenkor a tóból elfolyó vizet minimalizálnunk kell, mert ami leérkezik víz, azt már nem tudjuk a Dunába bevezetni, ott egy árvízvédelmi zsilippel le kell zárnunk a végét, és helybe kell kezelnünk, itt a Dunamáson van egy belvízcsatorna, oda fogjuk a vizet kiengedni, és onnan majd meglátjuk, hogy gravitációsan vagy szivattyúsan fogjuk a fényes patokba bevezetni, majd onnan a Dunába. Az ottani lakóterületeken, vagy az ottani ingatlanokat ez valamilyen szinten fogja érinteni? Úgy tervezzük, hogy nem fogja érinteni. Tegnap előkészületeket is csináltunk, hogy a víz irányítottan menjen. A kollégák jelenleg is kint vannak ott a általér depóniáin. Most fogjuk élesbe kipróbálni először a katasztrófavédelemnek a mobilgátját, de ehhez mindenképpen vízügyi segítség kell, vízügyi szakemberek kellenek, hogy hova telepítsük, illetve önmagában a mobilgát egy bizonyos területen meg tudja fogni a vizet, de ahhoz, hogy teljesen vízzáró legyen, homokzsákkal be kell kötnünk azokra a magas pontokban műtárgyakhoz, hogy vízzáró is legyen, és a másik oldalt meg kiépíteni azt a helyet, ahol a vizet nem magától, hanem szépen irányítottan kivezetjük azokba az árkokba, amiket kialakítottunk. Számokról is érdemes beszélni, mindenkit nagyon érdekel, melyik akár az öreg tó, akár a Duna, akár tetőzés, akár jelenlegi vízszint, miről beszélhetünk, miről számolhatunk. Mivel itt állunk a Duna partján, kezdjük a Dunával, jelenleg 628 centi körül áll a Dunának a vízállása, 790-800 cm körül várjuk a tetőzést. Ez nekünk szerencsésebb, hogy az elmúlt napokban azért magasabb vizet számoltak ki a előrejelzők. Most egy hosszabban elnyúló, de valamivel alacsonyabb árvízre készülünk. Az öreg tóba a víz hétfőn 186 centi körül elkezdtük a tónak az ürítését, 174-175 centig le tudtuk apasztani a tatai tavat. Most a csapadék miatt ez visszatelt, de ahogy a csapadék abban maradt, a ürítés hatására megint egy ilyen 176 centig szeretnénk holnap reggelig lemenni, akkor fogjuk lezárni a zsilipet. A tónak a árvízi szintje 250 cm, aki visszaemlékszik, 2010-ben haladtuk meg ezt a szintet, akkor 259 cm-ig töltöttük vissza a tavat, mert annyi víz érkezett a vízgyűjtőről. Most szerencsére lényegesen kevesebb víz érkezik, úgyhogy a 250 centi alatt fogunk maradni, szóval olyan nagy vízre nem számíthatunk, mint ami 2010-ben kialakult.